Diákok dolgoznak az Ibrányi T-Fork Trans Kft-nél. A vállalat évekkel ezelőtt felismerte, hogy a szakember hiányt úgy lehet megoldani, ha gyakorlati helyként ők maguk nevelik ki az utánpótlást. 4 éve indult a kezdeményezés, jelenleg 90 diák tanul náluk. Azok, akik végül nem a telephelyen maradnak, legtöbbször Győrben vagy Kecskeméten helyezkednek el. Ez is bizonyítja a színvonalas képzést. De szakember hiánnyal küzd még például a Tiszalöki Hotenkolterm Kft. És a Balkányi Steel Building Kft. Is. A vállalatok vezetői a Nyíregyházi Szakképzési Centrum műhely napján mutatkoztak be a diákoknak. Az intézmény a szakmák népszerűsítése és a duális szakképzés erősítésének céljából szervezte a csütörtöki rendezvényt. A cégvezetők ma is arról számoltak be, hogy munkaerőhiány van. Tehát mi, aki azt mondtuk, hogy egy hátrányos helyzetű térségben vagyunk, és rengeteg munkanélküli van, most egyszerre szembesülünk azzal, hogy bár csökkenő mértékben még azért van jelen munkanélküliség, de már itt van a munkaerőhiány. És akkor tesszük jól a dolgunkat, ha olyan szakembereket képezünk, akikre valóban szükség van, és akik ugye el tudnak majd helyezkedni. Látni kell a fiataloknak, hogy van előttük karrier lehetőség, hogy a szakképzésben is van lehetőség arra, hogy ő nagyon szép utat járjon be, és hát a mai 4 vendég közül 2 éppen szakmanagykövetek, akik valamikor a mi intézményeinkbe kezdték az életútjukat, és most sikeres gyárvezetőről, illetve cégvezetőről van szó. A rendezvény helyszínét a tavaly novemberben átadott digitális közösségi alkotóműhely biztosította. A több mint 500 millió forintból kialakított 300 négyzetméter alapterületű épületben a szakképzésben tanuló szinte minden diák fejlődhet. A közösségi térben 3D nyomtató működik, programozható robotokat használnak a tanulók, de varró és fa megmunkáló műhelyet is kialakítottak, valamint a drón használatot is elsajátíthatják az érdeklődők. A digitális közösségi műhely nemrégiben egy hegesztő szimulátort is beszerzett. Ez egy Apollo típusú eszköz, amit egy magyar származású fizikus, spanyol szakemberekkel együtt készített. Nagyon örülünk, hogy 2 hónapja használhatjuk ezt a szoftvert a hegesztő, illetve más rokon szakmákban. A szimulátor nagy előnye, hogy a diákok láthatják a fejlődésüket, hiszen a laptopon mentjük az elkészült varatokat, porozitásvizsgálatot, varathibákat tudunk elemezni, illetve a hegesztés az 3D-ben zajlik, tehát a diák pontosan látja, hogy mit csinál jól, vagy mit csinál kevésbé jól. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Incédi György iskolájában évek óta túljelentkezés van a hegesztő szakra. A műhelynaphoz hasonló rendezvények után tudatosan választják az általános iskolások ezt a továbbtanulási lehetőséget, tette hozzá a pedagógus. Ez annak is köszönhető, hogy az iskola elvégzése után ezek a tanulók rögtön kapnak munkát, a legtöbben már a szakmunkás vizsgájuk napján, illetve a jó kereseti lehetőség is a hegesztő szakma mellett szól.